nem tudom, 175-öt számolok követőket. Sziasztok! Az másik új telefonomról. Sziasztok, életem! Nem tudom, hogy most hány követőm van. 175-öt számoltam, vagy mennyit. Sziasztok, kicsikém! Hellótok, sziasztok, életeim! Egy kicsit feljöttem, úgymond, beszélgetni. Na, sziasztok! Szép estét, sziasztok, mindenkinek szép estét kívánok! Hellótok, sziasztok, gyertek fel nyugodtan! Nem tudom, jó számoltam, hogy 172 vagy 178, de én azelőtt 180 valamennyit számoltam, én ezt most nem értem. Szia Mária Krisztina Győrke, Balut Tamásné, Kamilla Lakatos, Vandere Átné, 190? Na, mindjárt megvan a 200 akkor. Akkor valahogy elszámoltam magam. Aki ennyit lát követőt, hogy annyian követnek, akkor nézzétek meg. Mindjárt írjátok le, hogy ugyanannyi, hogy 190-e. Oké. Aha. Na mindegy. Oké. Oké, Dina. Oké, Jónás Ildikó. Itt meg hatot mutat. Igen. Oké, Tamásné. Jó, köszönöm. Nem úgy értem, hogy hányan néznek, mennyi ismerősöm van. Mennyien követtek be, avagy jó. Most nyilván úgy se gyűnnek föl, drágáim, annyian, amennyien képzelem. Nem az összes fog feljönni, tehát nem az összes, drágáim. És nyilván nem összes. Ne haragudjatok, kissé feszült vagyok, de ez nem okoz problémát. És egy kis estére egy kis sütőját csinálok.
hatot látok. Öt csongor, hatot látok, hatan néznek. De persze legtöbb, amit mondtam nektek lapul, mert lapul. Én ezt mondom nektek, tőletek néznek, suttyóba, tőlem, az oldalamról, meg néznek ilyen hatan, de többi fő nem jön. Ugye a többi fő nem jön? Csinálk egy kis bundás fejed, drágáim, ne haragudjatok! Jaj, csak tudjon kiszedni, oké? Ezzel ki is van szedve. Úgyhogy... engem esküszöm, nem érdekel. Ki mikor hányan néz, nem érdekel. Egyre inkább azt hallom vissza, töltik ki fel a YouTube-ra és szerzik a pénzt. És engem nem érdekel. Szóval ők vannak meg, hogy én annó pénzt kértem én a képekért, 200 forintot vagy 500 forintot. YouTube-on megszerzik a pénzt belőlem. Engem nem érdekel. Meg hogy ki csinál velem gúnyt, és ki nem. Egyáltalán abszolút nem érdekel semmi. Így. A só merre van. Engem komolyan nem érdekel.
Szia, Vanda! Nincs, sincs! Figyelj már, milyen érzik, hogy mindjárt letiltom a gecibe. Ez írom, mi kell telefonom, állom, kibe kell nyomkodnom, mert én előszokosan hívok bának. Most itt nálam 23-an vannak. Sziasztok, életeim! Tényleg nem is vettem el, amibe kiszedem. Várj, csak volt egy ilyen. Legyen meg kis fokhagyma. De nem. Tehát mintha kitettem volna fokhagyma ilyen itt a majoranna van. Na megvan. Na ebből elég volt. Na, ha most is hív, most már letiltom.
Nem, tényleg, most csatlakozni! Bundás kenyeret csinálok. Most 23-an néznek, plusz 13-an. Ma valahogy nagyon ideges vagyok ma valahogy. Tehát mám a mai napon valahogy olyan fura. Hívhatsz vagy, csak nem vagyok a dilid. Jó? Szépen viselkedjél, vagy tiltak innen. Bundás kenyeret. Lehet, hogy úgy érzed, hogy úgy gondolod, lehet, hogy nagy képű vagyok, vagy kicsit olyan szeleverdi, vagy ilyen kis kia én nem, de rosszul gondolod. Csak nem viselem el azt, hogy úgy beszélsz velem, mint hogyha elnéznék mindent. Nem nézek el sem akármit. Én nő vagyok, nő voltam, nő maradok. Én is vagyok olyan, mint te. Abban biztos lesz, hogy vagyok olyan, mint te. És ugyan írod nekem, hogy meg akarsz hívni valahol, akkor nem beszélek így valakivel. Ha más meg tudja a tiszteletet, Anni Giulio, akkor te is meg tudod adni a tiszteletet. Értem, Giulio Rafael, értem. Értem, én is egyem meg a szívedet. Értem. Ne figyelj, nem vagyok nagy képű. Csak az, hogy nem szoktam meg az ilyen szavakat, hogy bolondom. Nézd, én egy énekesnő vagyok. Én egy háziasszony vagyok. Én elvárom, hogy szépen beszéljenek velem. Ahogy én, megadom a tiszteletet. Ha meg akarsz tisztelni, akkor szia Irénke vagy, szia Mahiana.
Én ebben most nem vagyok mai napki képezve. Én mindenkit kedvelek, Giulio. De én nem szoktam meg az ilyet. Akkor én is mondok, hogy szia, szia szerelmem, Giulio. Jó így neked? Tetszik? Szia szerelmem, Giulio. Miért vagy a szerelmem? Mióta vagy te szerelmem? Merre válaszolják, kisapám? Erre dobjál választ, hogy neked hogy esik, akár ki is vagy. Köszönöm, Norbert Farkas. Norbert Farkas, köszönöm. Ne halljál meg, Giulio! De nem vagy a szerelmem, így nem jogosít fel engem egy semmi arra, hogy én azt mondjam neked, hogy szerelmem. Mert nem vagy senkim. Majd a csajod jól lejti a fejedet. Igen, Giulio, neked se esne jó, ha hasonló valamit mondanák, hogy szia bolondfejű vagy szia szerelmem. Neked se esne jó. Egy olyan, amit te nem szokol meg mástól. Én nem a barátod vagyok, nem vagyok a szerelmed, én nem vagyok a ismerősöd, mert nem ismerlek. Ne haragudjál, Giulio, nem ismerlek. Még azt se becézem le érdekes módon, akit ismerek. Figyelj, Giulio, itt vannak jó páran, akiket mostanság ismertem meg. Meg vannak itt ennyien, akik már régebb óta ismerek. Mégsem mondom, szia szerelmem! Szia édes picikém! Drágaságom, szia! Hát a felesége úgy leütne, mint a nyulat. Vagy az ura leütne, mint a nyulat, hogy miért szerelmezem az urát, vagy a feleségét, ha férfi lennék. Szia, Orsulik, drágám! Nincs semmi baj. Maradjál, drágám, nincs semmi baj. Giulio, ne küld, ne zavartod el a rajongóimat! Ismerősemet, viselkedjél! Ne akart, hogy kilépjenek a rajomból! Igen, jó van, köszönöm, dolgozik. Hát igen. Sajnálom, Giulio. De nem vagy a szerelmem. És ha van barátnőd, van csajod, élettársad, nem hiszem, hogy jó ötlet, hogy tetszik neked ez a szó, hogy szia szerelmem. Mert nem illik. Nem hinném, Giulio, hogy örülne neki a barátnőd. Tiszteljed, becsüljed! Van barátnőd, akkor tiszteljed, becsülj!
Hát igen. Oké, Norbert Farkas. Értem. Igen, köszönöm. Szia, Robi! Szia, Robi! Robi kedves! Üdvözöllek téged! Itt van például Gurbai Robi. Nem először, se kétszer beszélgettünk. Volt, hogy hadodott, mert taxis. És soha nem mondta neki, hogy szerelmem. Pedig barátnője van neki. Volt, hogy full egyedül volt. Lehetett volna akármi. Nem. Senki nem a szerelmem. Nekem van uram. Nekem van uram, férjem a Laci, annak mondom, hogy szerelmem. Ő szerelmem. Ő a férjem. Azt becézem, akivel vagyok együtt házastárs, vagy élettárs. Szabó Anettkám, szia életem. Igen, Nikolett. Mindig, drága Máriám, megtalál mindenki. Na, én csak egy példát mondtam, Giulio. Rafael. Én csak egy példát mondtam, Giulio. Na, neked hogy esik? Arra fölmondtam, én csak egy példát mondtam, hogy neked hogy esne, miközben barátnőd van. Igen, Szabó Anett, várom. Már várom nagyon. Igen, mert hiányzik. Igen, már hiányzik. Kicsavarjátok a szavamat! Nekem ne csavarjátok ki a szavamat! Én már nem alig vagyok, hogy én hagyom magamat. Orsoly Kitty, nem jó esik, amit nem tud, nem fáj az asszony. Értem, Giulio, neked jó esik, amit nem tud, nem fáj asszony mellett, igen. Igen, Giulio, értlek. Igen, kedves Giulio, én erre azt tudom neked mondani, kedves Giulio, az meg a te kereszted, ha megcsalod a csajodat, a barátnődet, a feleséget, vagy a élettársadat, az a te kereszted, nem a más keresztje. Meglepi Norbert! Nagyon csinos leszek, Norbi! Csinos leszek, meglátod! Puszilak! Norbert Farkas! Viszont, Giulio, ha te megcsod a feleségedet, vagy nem, az a te kereszted, a te dolgod, nem a másé. Igen, igen, Krisztina, igen, Krisztina Ász névörös.
Igen. Na, gyerekek, kész van a bundás kenyér. Egy kicsikét jobban megpirítottam. Igen, így néz ki. Jó étvágyat mindenkinek. Jó vacsorázást a bundás kenyérhöz. Oké. Nikolett, oké. Jó étvágyat mindenkinek a bundás kenyérhez. Köszönöm. És Norbert Farkas meglepetés, csinos leszek, ne aggódjál. Kiteszek magamért. Úgyhogy köszönöm. Akkor most mondd meg Orsulik, hogy kit, hogy ne legyél ideges, na. Nem elég a napjaimba, még itt is. Igen. Oké, Norbert Farkas, meglátj, szépen fogok menni. Igen, Orsulik, tudom, azért nem ennyi el, direkt, már csak azért sem ennyi el innen, Orsulik. Köszönöm, Norbert, csinálj ilyet, nagyon finom. Nagyon finom, csináljál ilyet. Nagyon kedvelek benneteket. Orsulik Kittikém, drágám, ne menj el, ne hagyj itt. Egy kis félreértő dolgok miatt. De ha fáradt vagy, vagy van dolgod, az megint más. Ne romuljon meg a kapcsolatunk, Orsulik, azért. Krisztina Lásznévörös, maradj itten, drágám. Jónás Ildikó, maradj itt. Norbert Farkas, maradj itt velem! Mind a 22 ember maradjon itt velem! Oké, Orsulik Kitti! Tamásné, maradj itt velem, drágám! Norbikám, maradj velem! Oké, ki Orsulik, drágám. Lakatos, Krisztina, Mária Krisztina Györke, maradj itt. Csongó, drága. Nincs semmi baj, volt egy pici félreértés. Engem ne bolondozzon senki. Én ezeket a szavakat ne haragudjál, nem értem. Niki, Nikolettám, persze, te is maradjál. Edina, kedvesem, kutyik, maradjál, drágám. Norbert Farkas, maradjál. Egy-egy valaki miatt azért nem kell elmenni életeim. Oké, Balogh Tamarás, Tamásné. Oké, drágám Nikolett. Úgyhogy életem, ne menjetek el azért. Lerendezem én egy-kettő, ha nem viselkedik itt. Én megmondtam, aki nem viselkedik, aki nem úgy idég áll a dolgokon, Martintó listára is teszem. Én nem hagyom magam. Norbert Farkas! Gombos Tóth Zsuzsanna, drágám, maradjál életem! Oké, Jónás Ildikó, miért nem jöttél enni? Nem. Nem, életeim nem.
Nem kicsikém, nem sikerült eljutnom Körmöshöz. Nem drágám, mert rosszul voltam ma. Összeestem. Sajnos összeestem. Tédre estem. Hazafelé jövet úgy, hogy azt hittem, ott pusztulok meg. Minden előzmény nélkül. Úgyhogy kérdemen látszik is. Térdemen látszott is. Igen, úgy jött oda két nő. Úgy állítottak fel el ágynál. Jöttem be volna a Csévjel ágnál, elestem. Autó majdnem rám jött. Nem tudom. Egyik pillanatra, másikra így. Nem tudom, gyerekek, nem tudom. Pedig esküszöm, nem léptem rá semmire. Nem léptem rá semmire. Egyik pillanatra a másikra. Igen, a Csévi elágná. Kinn a falu végén. Figyelj, cukorbeteg vagyok a vérnyomásom. Cukorbeteg vagyok, vérnyomásom. Állandóan idegeskedek, hát csoda. Nem csoda. A cukor az jön magától. Örökölhető vagy peglen, kialakulhat a hol evéstől, hol nem evéstől. Vagy idegességtől kialakul. Úgyhogy gyerekek, örülök, hogy hazaértem. De szerencsém volt, mert be is dobtak Csévre engem autóba, akik odajöttek, hogy felemelnek. Nem. Nem csak a buszra vártam. Igen, használok gyógyszert, szedem. Szedem a gyógyszert. Nem alulan szó, szedem a gyógyszert. A biztos, hogy szép túra volt. Csévjel ágynál vártam a buszból, mentem a buszmegállóhoz szépen, finoman. Egyik pillanatra, de már tudtam, hogy nem vagyok túl jó dologon. És ilyen... Mit mondjak neked, nektek? Ilyen 5 óra, fél 6 fele értem haza, 6 óra fele. Mert
kényszer körülött visszajönnöm Csévre, Dorogló. Itthon felejtettem a pénzt a telefon miatt, és vissza kellett jönnöm. Vissza kellett jönnöm a pénzért, ami a bukszámba maradt. Itt volt a ágyon, itt maradt, és vissza kellett jönnöm az, amik semmi gond. Már bár itthon lettem volna, csak a pesti busszal eljuttam a Csévi elágig, mert későn jött a Csévi busz. Mire jött volna, 10 percet vártam volna, vagy 4 órát a buszra. És 4-8-kor jött volna a busz. Erre elestem, összeestem, valahogy valamiért. Inkább az Jónás Ildikó. Így van, Jónás Ildikó, így van. Én mondtam a mindenhol, hogy engem akár, hogy ellenőrizhetnek, hogyha én ideges vagyok valamiért, vagy valami bánt engem. Ettől jobb nem lesz a cukrom. Orba szájba szertem a gyógyszert. Lehet, hogy jobb, nem érzek fájdalmat, és jobb lehet, de egyik pillanatra másikra összeesek. Na jó, van angyalkáim, sziasztok! Egy... Oké, nem ön szeresné. Sziasztok, életeim! Megyek, tusolok, és egy fél óra múlva vagyok. Puszilag benteket, sziasztok, életeim! Puszi mindenkinek! Áldott estét kívánok mindenkinek, és szép nap, szép estét!